Arra jól ülsz, visszafelé a harmadik jelenet. Jó, ebben most te szerepelsz, Curtis itt van mellettem, csak látni fogja azt, hogy mit kell csinálni körülbelül. Ez egy picivel rutinosabb, mert van egy kis kezelt szakálla. Köszönöm szépen, látom. Ez hogy volt? Hát hogy volt? Hát ez kezelt. Most ez a divat? Akkor elkezdem én is megnöveszteni. Hát ideje lenne. Jó, jó. Fölül neked is berobbant a paróka, mint neked, ennyi. Szóval alul kell valamit jó. Intézni. A lényeg az, a vacsora, vacsoráját, nem tudom, vacsoráztatok-e már? Együtt még nem. Együtt még nem, jó? Ez lesz az első, az utolsó, ezt már ígérhetem neked, a hölgy tekintetéből látva. A ízét nem kell megenni, jó? Nem, a kaját nem kell megenni, mert tejszínest kértem direkt, és egy órája kim van a napon, jó? Tehát a kaját ne együk meg, ez nagyon fontos, ne is kóstoljunk bele, ez csak egy ilyen eszköz, jó? Semmi több. Oké, okay. Illusztráljuk a jelenetet. Te is szoktál ülni egy nővel szemben? Akkor üljél bele egyszer. Jó. Tudod, én rendezem a klipedet. Aha. Dőlj hátra. Nagyon jó. Aha. A Niki nagyon szépen ül, nőjesen. Tökéletes. Nem ehetsz bele a kajába, mondtam. És egyébként arról szól a jelenet, hogy te próbálsz imponálni a Niki felé, jó? A dallal. Niki, én pedig azt kérném tőled, hogy picit erőltesd meg magad, jó? Mert hogyha dinamikus, és mintha jóképű lenne, mintha nagyon élveznéd ezt a társaságot, és mintha nagyon lenne kedved ez a vacsorához. Tehát valami hasonló mosoly, ilyesmi. Tehát nem tudom, voltál már ilyen kellemetlen randim? Még nem igazán. Na, ez most olyan. Tehát jó? Tehát akkor ez nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen, nagyon rutinosan kell megoldanod. Ez a fontos, jó? Vacsorás jelenetnek egy volt a lényege, hogy igazából próbálja meg a vizuálisan, szemkontaktus, a testbeszéddel úgymond bekeverezni a lányt, ugye a Nikit, és hát a Niki pedig tudja ezt az egészet lereagálni viszonylag úgy, hogy nem a találkozott ugye a dinamikus Pistivel, hanem mintha szerelmes lenne ugye ebbe a fiúba. Hát a Niki részre ez nehéz volt. Kamera? Megvan. Jó, mehet. Tökéletes. Ah, én a Curtis-em háttérbe vonulok. Csak figyelj. Forgunk? Forog. Jó, ezt akkor ezt vegyük újra, mutatom, jó? Mutatom újra, rendeljetek nyugodtan még egy üveg bort. Mutatom a bornak a kiöntését, jó? Tehát nyugodtan fel is állhatsz, elkezded tölteni a bort, nem kell sokat, és megfordítod, és ennyi, jó? Ennél jó. Picit többet tölthettél volna, semmi baj. Értem. Tovább vagyunk, megugorjuk ezt a jelenetet, vágókép lesz. Hát ha nekem kéne találkoznom dinamikus Pistivel, valószínűleg kellemetlen randi lenne, tehát azért ez nagyon nehezen indulna, de hál' Isten ugye Niki profi volt, és a dinamikus Pistit pedig azért fel lehetett annyira turbozni, hogy ha nehezen is, de megoldotta. Nagyon jó. Kedves. Nagyon kedves. Mosolyogsz. Mivel nem tudja, hogy tegnap együtt aludtam. Szenzációs. Jó? Igen. Jó, oké, megállunk, ennyi. Ez lesz a jelenet, jó? Menjél el és öltözzél át, mert úgy nézel ki, mint egy... A csarához nézze, hogy van fölött az öltöny, vagy valami, a zakót legalább vagyok fel, nem? Tehát figyelj, ha már intelligensek nem, legalább tűnjünk gazdagnak. Tehát egy öltöny nyugodtan dobják föl, jó? Tehát legyél akkor gazdag, mintha gazdag rapper lenni, jó? Tehát akkor azt csináljuk. Oké, Curtis látta, Curtis le fogja nyomni, ő viszont egyszerűbben, jó? Tehát pont ezért kell a kontraszt. Te lesz az elegáns, a Curtis meg a nagyon laza. Yeah. Oké? Okay? Ha megvagyunk ezzel a jelenettel, ez ugye visszafelé a harmadik, akkor lehet innen ugrani egyet. Lehet csobban, és utána megyünk tovább. Azt szeretném a megérkezést, jó? Mindenképpen stabilan. Meg a kiszállás, jó? Ez az, nagyon jó. Lassú parkolás. De még nem segített semmi. Nagy úr vagy, gazdag vagy, tele vagy lóvéval, meg se mozdulsz. Jó? Nikire összpontosítasz, Niki nagyon élvezi, gyönyörű, napsütés, boldogság, öröm, csoki sziram. Megérkezett a hajó. A Niki fog először kiszállni, hátra lépünk, innen vesszük. Igen, segítesz a Nikinek, én nem segíthetek. Jöjjön. Ez az. Nagyon jó, Niki eljön, elhalad a kamera előtt és kilép a képből, és most kell a Dynamic. Na jó, ez nem volt meg, jó? Akkor még egyszer, csak a kiszállás, a Dynamicnak nem sikerült. Jöjjön vissza a hajó, nagy urasba, ahogy tudsz, oké? Okay? Azt ki kéne kötni, az nem de nem kell kikötni, legyél stabilabb. A Niki is ki tudott szállni. Mert segítettem neki. De nem érdekel, old már meg. Hát nehogy már innen ne tudjál fölépni izében, nagy urasba. Kettő dolgot kérek, csináld meg jól a kilépést, és hogy ne izzadjál. Látható, nagyon nehéz volt nekem instruálnom, mert azt gondoltad, hogy egy szerelő, és próbált ott a köteletbe venni. Miközben ő egy sztár, egy rap sztár, full öltönyben, nagyon csinos nővel, neki semmi más dolga nincs, mint szerepeljen ebben a klipben. Tedd össze a mozgást, a mozatot, a Niki már elhaladt, jó? Tehát láttad a popsit,
elhalad, kilépett, mosolyogsz, és mész utána. Ahogy kell, mész utána. Jó, ez legyen a kód. Megyek utána. Ő ma este az enyém. Így van, gyerünk. Elhalad a kamera előtt, tovább megy. Jó, cut, nagyon jó, köszönöm szépen. Hajó parkolhat, megyünk tovább. Gyuri. Igen? Nekem, én azt mondom, hogy úgy kell megvágnunk, hogy nagyon sivár a környezet. Igen. Tehát rá kell fókuszálni a két emberre. Igen. Ezt le tudjuk vágni egyébként, meg most tudod, hogy vettük föl, kicsit másképp vettük föl most. 50 frame per szekundummal vettük, tehát hogy az egész másképp van fölvéve. Én ahhoz nem értek, ahhoz csak te értesz, meg az operatőr. Igen, meg a zene is másfélszeresre föl egy gyorsítva, azt vissza kell lassítanunk. Hát lassítsuk vissza, nem egy nagy ördöngösség. Nem, viszont úgy jobban fog kinézni, tehát az az igazi Hollywood, tudod, ők is úgy dolgoznak, mint ahogy mi. Ahogy mi. Jó, monokromnak kell lenni a színnek. Igen. Jó? Igen. Leértetted? Van igen, tehát fekete-fehér, én értem. Mint a gyerekkorunkban a tévé. Igen, jó? Visszajuk oda. Fekete-fehérnek legyen a színek, és a végén azt mondom, vége legyenek meg a színek. 100% fölött próbálunk teljesíteni. Junior egy kiváló menedzser, egy jó producer. Szerettem, hogy látja a nyersanyagot, mint ahogy én is. Közvetlenül forgatás után ilyenkor vannak még olyan élmények, amit ugye terepen szereztünk, amit esetleg át tudunk beszélni, és nagyon fontos volt az, hogy mind a színvilágát meg tudjuk beszélni a klipnek, mind azt a dolgot, hogy ugye a zenei dolog miatt vissza kell lassítanunk a klipet. A cél az, hogy be kell kerülni a zenei csatornákra. Azt én elintézem. Rendben. Meg hát jó a klip. Jó okay. A zene, szerintem az rendben lesz. Rendben, ennyi. Na. Rendező is megfelelt, nem? Oké. Okay. Jó voltál? Nagyon jó voltam. Dicsőd meg magad, így. Nagyon jó voltam. Jó. Nagyon jó voltam. Oké. Okay. Kösz, Gyuri, a lehetőséget. Akkor én köszönöm. Én köszönöm. Srácokkal akkor beszélj te is, én is megbeszélem. Persze. Kösz. Menjünk, nem maradjunk, ez fontos. Jó. Na, ciao. Itt vagyunk! Hol? Szia, apa! Itt vagyok és mégse? Hát, igen. Tessék, várjanak, mert anyának ráment valami nagyon nagy kosz van életem. Manó! Kéne nekem egy ilyen filmes kocsi. Milyen filmes kocsi? Hát, ami van a ilyen filmes jeleneteknél. Szerint... filmforgatásoknál, klipforgatásoknál. Hát ezért rendező vagyok már. Jaj. Igen, lesz egy sikeres klipje a Dynamicnak. Dinamikus Pistink. Nyomtál. Manu, nekem ez nagyon tetszik, hogy Dinamikus Pisti. Ugye? Sokkal jobb, mint Dynamic. Hát, igen. Szerintem. A magyaros. Lefordítva. Amúgy menőbb. Szerintem úgyse lesz Amerikában sztár, nem? Nagyon örülök ennek a klipforgatásnak egyébként. Az elején aggódtam, hogy ugye baráti alapon, tehát pénz nélkül vállalom el a Dynamicnak, és hogy ugye igazából ez nem túl fel a részemről, tehát én azért mindent pénzért szoktam csinálni. Már rendező vagyok. Utána majd producerkedek, rendező-producer. Uh-huh. És utána pedig színész. Nézzek, bérszín, saláta. Neked olyan egyszerű lenne velem diétázni párba. Itt van. De én nem szeretem a bérszínt. Elveszel 20 dek a bérszínt, vagy 10 dekát, elveszel akkor 40 dek a csirkét a csirkémből minden nap. És azt teszed. Ha? Nem, csak azt mondom, Manocska, hogy ilyeneket töröd a fejedet. Én azt szeretném, hogyha elindulnál egy fitness versenyen velem. Párba. Gyönyörű vagy. Mi igazán jó a hajad, hosszú. Na. A sminkedet meg tudjuk csinálni. És tökéletes a testi alkatod, csak oda kell egy picit figyelni a kajára. Jól esik, hogy azt mondja Krisztián, hogy induljak el fitness versenyen, de nagyon félek ettől, és nem tudom, hogy képes vagyok-e arra, hogy én ezt véghez vigyem, azaz végig csináljam, miután rengeteg dolgom van, meg hát tényleg itt a Nati, de a bizonyítás nagyon erős bennem, úgyhogy lehet, hogy meg tudnám csinálni. Arra gondolok, hogy fölhívom az Ancsát. Milyen Ancsát? Telek Ancsát? Metszler Ancsát, a Teleknek a... Igen. Feleségét, és mennyire el egy edzésre? Nézd meg! Jó, mondjuk ehhez van kedve, mert nem előltetem, csak mennyire el, nézd meg, hogy van-e kedve, megkérem az Ancsát, hogy készítsen fel. Az Ancsa versenyzett 2 évvel ezelőtt, mindent megnyer. Viszont, hogy ezt kitaláltam neked, elmegy rodeozni. Majd azután mész el rodeozni, hogyha azt látom, hogy tettél valamit annak az érdekében. Lemegyek a Henrikhez. Ki az a Henrik? Forgattam ott, már voltam az izén, amikor keresztbe csináltam az országot, voltam nála. Nagyon féltem Krisztiánt, én nem akarom, hogy ő elmenjen rodeozni, mert szerintem ez valamilyen szinten életveszélyes. Nem, az divatot is teremtek. Tessék, a magyar rodeo divatját. Abba teremtsél divatot, hogy te, mint Berki Krisztián, ezzel a magassággal, meg testsúlyjal fent tudsz maradni egy bikán. Olyan, és nem fog téged felöklálni. Nézzük, fennmaradok. Hát le is fektetem, úgy, mint a lovat. Ráülök, ugrál egy picit, lefektetem, azt ennyi.
Kábolyok, hol vagytok? Szevasz, szia. Mi a helyzet? Minden oké, veled? Minden jó, örülök, hogy itt vagy. Lehetne a sapkát? Nem baj? Nem baj, neked mindent lehet itt. Figyelj, kicsit ki vagyok akadva. Múltkor itt voltam, itt van ez a gyönyörű hely. Igen? Amerika fan vagyok azóta, teljesen így. Nézem az amerikai autókat, lovat nem fogok venni. Igen. De hogy nem mondod azt, hogy a Magyarországon van bika viadal. Hát azt elfelejtettem. De miért? De miért? Azt gondolod, hogy az én testalkatom nem alkalmas erre? Azért jöttem most hozzád. Amikor keresztbe átcsináltam az országot, akkor jártam itt, Henriknél, és igazából megcsapott ez a feeling. Tehát én azt gondolom, a Berke az ilyen klasszikus pasi. Figyeltek? Tűle. Ezt hiszem, hogy ilyen kamukábolyok vagytok. Jaj, de hogy... Nem szóltok nekem arról, hogy van rodeo. Nem kérdezted. De várjál egy picit, a rodeo az nagyon komoly. Megnéztem a rodeót a neten, megnéztem, hogy van itthon. Én tatabányai vagyok, majdnem a falumban van Komáromban egy ilyen rodeo verseny, és nekem nem szól senki. Ha én nem nézem meg, te nem hisz fel, jó, hát, hogy figyelj, Berki, hát ez neked van kitalálva. Elfelejtettem, ebben tényleg igazad van, de most itt van a lehetőség, itt a... Roland, mindent elmondnám. Persze. Mi, te ezzel foglalkozol? Hát figyelj, benne vagyok régóta a szakmában. Minden olyan dolgot szeretek, ami férfias. Ugye túltánk bennem a tesztoszteron, és ezt igazából valahol le kell vezetnem. Úgyhogy mi máson vezethetném le, mint egy bikán. Mi van, hogyha leesek? Mi van, hogyha leesek? Próbálni, mert azért arra... Várja, valamikor le fogok esni. Ugye az átlag emberek 8 másodperc, én mit tudom, 20-30 másodperc. Mi van, hogyha csak leszállok róla? Hát de olyan nincs, jó, de nincs, hogy elfárad, és akkor az ülök rajta, elfárad, azt nálad nem lesz ez. Olyan lelassít, olyan és akkor leszállok. Nincs. Soha nem volt még ilyen. Soha. Mi a veszélye? Hát, hogy megtapos, aztán visszatolat. Figyelj, nem az a kérdés, hogy megsérülsz-e, hanem hogy mikor és mennyire súlyosan. Na jó, gyorsan vagyok, mint az élet. Nem gondolod, hogy ez bikát nem hagyom le. Akkor nem lesz gond. Hát leszállok, azt gyere, gyere, mutatom neki, hogy gyere, és soha nem ér utol.